Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. Egy olyan vendéget fogadok, akinek a neve is legenda. A személyisége által lett legendássá, de hát a neve is ritka, úgyhogy könnyű volt megjegyezni. Ami pedig történt közel 40 évvel ezelőtt, az azt gondolom, hogy a magyarság történetéhez is hozzátartozik. Az ő személyes történetéhez pedig egészen biztosan. A vendégünk Fanándor. Fanándor, óceáni vitorlázó, hajótervező és építő. Ő az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlással a földet. Ezt a bravúrt összesen ötször teljesítette a kitartás és a tudás szimbólumaként. Nem csak hajózott, hanem a saját maga által tervezett és épített vitorlásokkal vágott neki az óceánoknak. A természet és a környezet védelmének elkötelezett híve. Inspiráló személyisége sokak számára példaképét tette. Székesfehérvár díszpolgára kitüntették a köztársasági érdemrend tiszti keresztjével és nagy keresztjével. Magyar Örökség díjas a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy nálunk. Üdvözlet neked és mindenkinek. Beszéltünk pár héttel ezelőtt a Szentjupát kapcsán, amelyik vízre került ismét, és hát arra eszembe, hogy milyen rég nem láttunk, és milyen régen nem beszéltünk mi sem. Milyen jó volt. <laughs> Köszönöm, nagyon kedves vagy, akkor is te be is fejez, hogy... Na jó, nem. Jó volt? Elég volt a forgatagból, meg a szereplésből? Az utolsó utam után elég nagy volt a média érdeklődés. Néha úgy éreztem, hogy egy kicsit az érdemeim fölött, és egy idő után úgy döntöttem, hogy elég volt, én meguntam magam, és akkor kivonultam a médiából mindenféle szinten. Úgy döntöttem, hogy csak nagyon indokolt esetben, valamilyen érdekből, vagy valami nemes ügy érdekében, oké, okay, még oda teszem magam, de egyébként már nem szórakoztat, és azt hiszem, hogy nagyon hasznosat se tudok mondani. Így aztán úgy döntöttem, hogy nem, elég volt. Ezt néha megtöröm, de akkor mindig megbánom, mert hirtelen megcsőrön a telefon fél óránként, és hívnának valahova, azt meg már nem szívesen. Így most itt vagyok, köszönöm, de ez egy felüdítő kivétel. Egyúttal üzenet a kollégáimnak, hogy ne hívjanak. Érteni. Nem, szóltam egy szót. Hogy... <laughs> ha belegondolsz abba, ami a Szent a te életedben. Ugye a Szent most ismét vizen van a Balatonon révfülöp kikötőjében, meg lehet találni, egész pontosan az MCC mólójánál, de hát ez egy gesztus, ez egy apropó, ez egy pillanat, de számodra a Szent valószínűleg az életmű maga. Még akkor is, hogyha, hogyha nyilván ennek sok-sok apró összetevője van. Én úgy pontosítanám ezt, ha megengeded, hogy a az én életemben egy nagyon meghatározó epizód volt. Epizód? A epizód, igen, mert onnét én egy picit más irányba mentem tovább, de Szent Jupát nélkül nyilván ez nem történt volna meg. Én mindig is versenyző típus voltam, és én nagyon megszállott vitorlázó. Az egy külön adalék, hogy a Szent útja alatt találkoztam azzal az ihlettel, ami tovább engem a szóló vitorlázás fele. Emberileg is meghatározó volt, szakmailag is meghatározó volt az a, az a két éves időszak, ami a Szenttyupát útja volt. De túl azon, hogy onnét indult el az a fanándi, aki vagyok, azon kívül az összes többi néhány évtizedes tevékenységben az epizódnak minősül, most már azért végül is mentem öt kört, és ebből az első, egy, és talán egyetlen olyan út volt, ami ha úgy tetszik kaland, ha úgy tetszik a világ megismerése, a fiatal lelkek kiugranak a, a burokból, és kezdik megismerni a világot. De utána visszatértem én a, a profi versenyzéshez, a szakmámhoz, a hajóépítéshez, persze ezt kiegészítettem a tervezéssel, és az az élet elindult, a, aki voltam vagyok, most már egyébként inkább kifutóban, de az biztos, hogy a jupát nélkül ez az élet nem így alakult volna. Megváltoztatott az első vagy bármelyik útmenet közben? Tehát volt olyan pillanat, amikor te saját magadon érezted, hogy, hogy másképp lépsz sportra, mint ahogy elindultál? A legmarkánsabb változást azt nyilvánvalóan a Jupát hozta, mert egy ilyen nagyon fiatal, lelkes, de, de tényleg burokból kilépő a emberként jelentünk meg mi a nagyvilágban, és ott szembesültünk azzal, hogy bizony, amiben eddig éltünk, amiben szocializálódtunk, az a kultúra, ami körülvet bennünket, az, az a nagyon mikro, mikrovilág, és a nagyvilágba kilépni, szembesültünk azzal, hogy mi igaz abból, amit itthon tapasztaltunk, és mi nem, és ha az nem igaz, akkor mi az igaz, és az, azzal az igazság amit kezdünk, két fiatal ember, és persze nagyon sok beszélgetés, nagyon sok kapcsolat, szakmai, emberi, ami odáig vezetett, aki aztán lettem, de az egy emberi út volt, és nem szakmai. A szakmai az utána kezdődött. Ott indult el, még a Szentjupáttal után voltunk, amikor én már a következő hajómat terveztem, és az már versenyhajó volt, de mindenképpen az az iklet kellett hozzá. Hát, úgy gondolom, hogy aki ma vagyok, az, az, ott indult el, de az, ami maga a Szent úgy az a két év, illetve előtte még másik három, amikor felkészültünk rá, az azért egy első epizód, első fontos, de, de epizód. Írtál könyvet, rengeteget kérdeztek és rengeteget válaszolta, bejártad az országot, élmény, találkozókat tartva. Tehát nagyon sokan hallották azt a történetet, hogy mi minden történt veletek ez alatt a két év alatt, Ausztráliától, a, fél év várakozástól kezdve az egészen elképesztő tengeri kalandokig, és hullámokig, és kihívásokig. De ugyanakkor nyilván közel 40 évvel később ezt az egészet belengi egy pici nosztalgia is, meg nyilván belengi az elmúlt idő sok-sok rárakódott patinája. Ma hogy látod? Tudtátok, hogy ti mit csináltok? Hát nyilván nem. Dehogy. Két dolgot tudtunk. Ma azt Két... mondanád egy, egy, utódodnak, hogy induljon el bátran úgy, mint te? Ha eléggé felkészült emberileg, jellemben eléggé határozottan tudja, hogy milyen változást szeretne az életében, akkor igen, igen, ugorjon bele fejest a nagy ismeretlenbe. Aztán ember, majd lesz valami. És Persze nem meghalni megy az ember, de azon túl minden izgalmas, és a jövőre nézve építő jellegű. Hát a közben ez, ez volt a meg, szóval azt, azt, kezdted el mondani, hogy hát persze, hogy nem. Nem tudtátok. Hát hogy tudtuk volna? Hát, elindultunk innét az úgynevezett szocializmusból, elindultunk útlevél nélkül, elindultunk vizumok nélkül, minden nélkül, egy kicsi hajóval, amit magunk alkalmasnak képzeltünk, illetve annak építettünk, de hát a fene tudta, hogy mi vár ránk az óceánon, illetve mi vár ránk a különböző civilizációkban. Sok mindent hallottunk itthon, illetve közben is, amiről az derült ki, hogy nem igaz, és akkor meg kellett ismerkednünk azzal, ami igaz. És ez jött, és természetes módon jött. Nagyon sok jó szándékkal találkoztunk közben. Akkor, amikor nagykerek szemekkel rácsodálkoztunk, hogy oké, ez nem így van, de akkor hogy van. Akkor mindig jöttek emberek, akik segítettek, felvilágosítottak bennünket, és nem megenni akart bennünket akárki, és hanem segíteni, barátkozni, kultúrákat egyeztetni egymással, és ez egy nagyon-nagyon pozitív időszak volt, gyakorlatilag rácsodálkozás a valóságra. Mi volt az, ami leginkább nem úgy volt, mint ahogy gondoltátok, vagy te tudtad a világról? Hát, hogyha most egy kicsit durván akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy semmi. Semmi nem úgy volt. Itt tanultunk valamit. Fölött. A rothadó kapitalizmus és. Ah, így, a igen, rothadó kapitalizmus az emberekről. Te kezdődött az a néhány apró epizód, ami mondjuk kezdődött Gibraltárnál, ahol behajóztunk, és az angolok kidobtak, mert nem volt vízumunk. Aztán átmentünk Szeutába, azok sokkal szívesebben fogadtak bennünket, őket nem érdekelte, hogy nincs vízumunk. Aztán mentünk sorba, és a következő nagy, talán meghatározó élmény az az volt, amikor fogváros fele tartottunk, és rádió amatőr rádió kapcsolatot tartottunk Magyarországon, akkor kaptuk a figyelmeztetést, mert azért ez egy hivatalos orgánum volt az amatőr rádiózás. Tehát jött a a nomenklatúrából az üzenet, hogy nem, ne kössünk ki fokvárosba. Azt nem tilthatták meg nekünk, mert az óceán közepén az ember maga dönt, de hogy ne kössünk ki, mert az ott a apárt helyed, ott ölik a feketéket, és háború van, és ég a város, és a többi, és a többi. És ez így nagyon durván. És akkor mondtuk, de jó pofák vagytok, hát mi itt vagyunk az óceánon, se vízünk, se üzemanyagunk, lassan már enni sincs mit, mindenképp úgy terveztük, hogy megállunk, hogy kikötünk, és majd lesz valami. És a, hogy ennyire szembe megy a valósága ezeknek a meséknek, ez azért durva volt. Nem csak az, hogy ott a kikötőben béke volt, hanem a környékében, a 100 km-es körzetben, amelyre csak mentünk, mindenütt más tapasztaltunk, mint amit hallottunk. Tehát, hogy ennyire nem úgy van, az azért egy picit homlokon talált bennünket. És akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy jó, rendben van, hát nem úgy van, ahogy otthon mondják, de akkor viszont szembesülni kell vele mindenütt, hogy hogy is van. És itt jött az a megismerés, hogy akkor a világ nagy, különböző kultúrák, itt ez most éppen Afrika, de Afrikába is mentünk másfelé, és nem csak Fokváros, nem csak az a békés világ, ahol negyed óráig ment az autó egy olyan kórház mellett, ami csak fekete kórház volt, szemben ezzel a bizonyos apartheid mesével. Volt persze apartheid is, de az nem ott, hanem máshol és máshogy. Ezért igen, osztogattak, nem fosztogattak, és lehet mondani, hogy mi volt ebből igaz, sok minden igaz volt, de inkább politikai igazságok voltak itt, mint a hétköznapok valósága. És ezzel mi két kis szembesültünk, hogy ez nagyon is másképp van, és ezzel a másképpel kell nekünk együtt élnünk, és tovább menni ebből. Úgyhogy ott, ott valamiről, és ezt a valamit aztán tovább újabb 70 napos bogdácsolás az Indiai óceán, akkor elmentünk Australia -ba. és ott is szembesültünk valamivel, ott persze nem volt apartheid, ott más volt, előbb-utóbb az ember szembesül az, az aboriginal problémával, amivel nézegeté nézegeti a küldökét a fehér ember, hogy most mit kezdjen, és persze semmit nem tud vele kezdeni, ad nekik pénzt, amit ők akkorra költenek, és ettől aztán majd kipusztulnak előbb-utóbb. Tehát különböző megoldások vannak a világban, és á, hát ez az álszemére, meg az az álkultúra, meg az álhumanizmus, ez, ez mindenütt találkozunk valamilyen módon. Az új zélandban maorik, és többi, és többi. És van, ahol ezt sikerül megoldani a, a fehér civilizációnak valahol nem, többnyire nem, mert mindenütt az érdek irányítja a világot. És lassan, de biztosan a két kis rácz Magyarországról, a burokból megismerkedik ezeknek a kultúráknak a működésével, az értékrendel, az ember ember-ember kapcsolatok. Nem mindenki barát, aki mosolyog, és nem mindenki ellenség, aki nem mosolyog. Ezekkel úgy együtt kellett léteznünk, és akkor mentünk körbe, benne volt a természet megismerése, a rettegett helyek, mint a honfok, a déli óceánok. És így együtt ez az egész egy igen nagy kupac. Mire visszaérünk két év múlva, addigra két teljesen más lelkületű, tudású, habitusú, hozzáállású emberként jelentünk meg. Fura volt itthon? Hát, vissza, vissza ezzel érni. akartam ezt a gondolatot befejezni, hogy jöttünk haza, és azzal a biztos tudatta, hogy mi elmentünk engedély nélkül ebből az országból egy hónapos útlevéllel és nulla vizummal. Úgy loptuk ki a hajónkat, gyakorlatilag, amit magunk építettünk, mert engedélyen nem lehetett menni. De nem figyelt ránk a hatóság. Amikor hazajöttünk, már figyelt ránk a hatóság, de nem értettük, illetve nem tudhattuk csak a a mesékből, hogy mi vár ránk. Eh, hogy a hatóság most bekeményít és demonstrál, hogy már pedig szabálytalanul mentek el, és akkor most mi lesz. Eh, vagy elkezdenek tapsikolni nekünk majd a hatóság emberei is. És nagyon érdekes élmény volt nekem. Persze hazajöttünk, és sztárok lettünk, ha úgy tetszik. Hát már úgy a... közben is azok voltatok a drága emlékű nem szíknyai, egy rádiós kolléga Egyen, néhány évvel ezelőtt el, Gyakorlatilag szinte napi szinten. De hát te biztosan beszámolt arról, hogy merre jártok és Igen. milyen kalandjaitok Igen. vannak. Innen követte az ország, hogy ilyen sokat tett értünk, sokat tett a megismerésünkért. Az, hogy aztán később úgy jöttünk haza, hogy. Tehát ilyen nemzeti hősökként értünk haza, az a jenő volt. A világban tudták rólatok, hogy jöttök és kik vagytok? A két őrült magyar a maga építette kis hajóval? Hát kikötőnként persze, ahova behajóztunk, ott azért tudták, hogy van az A kis hajó, amikor. Hát ez mi? behajó. Osztunk, és akkor mondtuk, hogy a honfokon keresztül jöttünk ezzel a sajkával, akkor úgy ránk néztek, hogy ne vicceljetek másrácokat, hát nem lehet ilyennel átjönni. ám mondtuk, de hát most jöttünk, hát itt a, itt a bizonyíték. Ott azért volt egy-két, a hajósok részéről is volt egy-két csodálkozás. Az utcai embere, meg még inkább, már akit egyáltalán érdekelt a téma. De hát a, a, az a Metropolis, mondjuk Banaszhelyezben is ott 10 millió ember, abból 10 millió ember elsuhan az ember mellett, mindenki megy a maga a gondja után. Úgyhogy kikötőkben a hajósok, vagy akik fogadtak bennünket, barátok, azokat érdekelte ez. De hát a nagy világ az uh, igazából nagyon kevés dologra figyel, de ránk is csak töredék. Na mind, itt volt az érdekes. És uh, hát a, a hatóság az valami nagyon szemérmesen szemet hunyt az összes szabálytalanság fölött, amikor megérkeztünk, hagytak bennünket sztárolni. Uh, és nekem az volt egy nagyon érdekes élmény, a mai napig tart. Az első hely. Ahova meghívtak bennünket élménybeszámolóra, azt nem mondom, hogy talált ki, ne talált ki, a Fehér Ház volt, az MSZNP központ. Ahova meghívtak, hogy srácok, gyertek ide, meséljétek el, hogy mi volt. Bementünk, és ott talán Kádár János és még egy-két vezető kommunista kivételével mindenki ott volt. Az MSMP felső vezetés. Ott egy nagy teremben, olyan, mint most bemennék egy iskolába, és ott hallgattak bennünket, érdeklődtek. És én ott jöttem rá, amikor meséltünk nekünk a nagy, nagyvilágról, hogy mi hogy csöppentünk ki innét, hogy mentünk, mi történt velünk, hol, hol, kerestem, hogy kerestem pénzt, hogy egyáltalán ne halljunk éhen, elmentem kérem dolgozni, pénzt kell, stb. És az volt nekem a döbbenetes érmény, hogy ezek az emberek, akik ott ültek velem szembe, ezek nem hazudtak nekünk, hanem egyszerűen nem tudták. Ez a döbbenetes volt, hogy elemi dolgokra rákérdeztek, és akkor a kerek szemekkel néztek ránk, hogy rossz volt nézni, hogy nem tudtak a világról semmit. És ők vezették az országot. És ők vezették az országot. Szóval ott, ott szembesültem velük, hogy ezek nem gonosz emberek, akik becsapnak bennünket tudományosan, hanem önmagukat is becsapták. Saját magukat is bezárták a drogokban. Saját magukat belélyen. is bezárták ebbe a burokba, ami talán jött Moszkvából, fogalmam is mm -hmm. honnét jött. És aki Moszkvából exportált ez, az egyáltalán tudta, hogy mi van a világban. A ideológiákat olvastak, magukévá tették, elfogadták, ettől kezdve próbálták tenni a dolgokat, volt, aki utasításra volt, aki nem. De hogy ott az MSMP felsővezetése vezetése óriási kerek szemekkel nézte, hogy hát igen, mi itt három évente adunk 50 dollár váltási lehetőséget egy állampolgárnak, hogy három éve Egyszerre egyszer elmenjen nyugatra a Mária Hilfestrászira venni egy fagylaltot, eh, hogy én 150 dollárt kerestem naponta köműves mellett, vagy hajóépítőműhelybe, vagy bárhogy, és akkor kerestem egy csomó pénzt, és köszöntem, jól voltam. Nem kételkedtek benne, hogy igazat mondtok e Biztos, hogy volt olyan is, aki azt gondolja, Nem balondított meg más, a nyugati az, oda a Farkas Bertalannak az űrbéli utazása mellé, hogy vagy igaz, vagy nem igaz. De annyi részletről beszélgettünk, és annyi minden. Konkrétumot tudtunk mondani, hogy én nem éreztem a végén kételkedést. Nagy, nagy érdeklődést, azt igen. És ebből a nagy érdeklődésből derült ki számomra, hogy ezek az emberek nem gonoszak, csak is, ismeret hiányosak. Nem tudják, mi van a világban. Talán nem is érdekelt őket. Ez nem. a nagyobb baj, ha így van. Öh, hogy még csak nem is érdekelt. Most őket. már nem tudjuk meg, mert... A... Hmm. Hát szóval vannak néhányan még érde. köztünk, de nem biztos, hogy erről akarnak mesélni nekünk. Nem szoktak én erről mesélni. Nem. Azt mondod, hogy volt egy nagyon erős, nem úgy van élményed. Ez. Igen. Kitart azóta? Tehát ez a kétkedés azóta a kielentőmódú megfogalmazásokkal szemben, ez, ez kitart benned, vagy nem úgy van? Van, ami kitart bennem, de ez nem, nem így hangzik, hogy nem tudjuk, mi van a világban. Mert azt tudjuk, mi van a világban. Azért éppen eleget Lányan. utaztam ahhoz, a mai napig is sokat utazom, és látom, tudom. Nem azt nem tudjuk, hogy mi van, azt nem tudjuk, mi jön, mi lesz. Itt olyan erők, mint amik megteremtették számunkra a szocializmust, kommunizmust, hívjuk aminek akarjuk, ugyanilyen erők a háttérből valamerre sodorják a világot, és a világ úgy változik, hogy nem tudja merre. Tehát a világ sem tudja, hogy merre. Ha irányított lenne az irányunk, akkor azt mondanám, hogy tudjuk, mit akarunk csinálni, és hajrá! Talán jó, talán nem jó. Lesz egy csomó ember, akinek jó, akinek meg nem tetszik, az majd megtalálja a helyét valahogy. De attól tartok, hogy, hogy bedobták a, a gyerplőt a lovak közé, és a lovak robognak valamerre, és egyre gyorsuló ütemben, és nem vagyok benne biztos, hogy kontrollált ez az irány. Tehát inkább azt nem tudom, hogy mi jön. Próbálom megérteni, az ember sok számtan tanult annak idején, és a dolgok Ból következnek további dolgok, és próbáljuk ilyen módon értelmezni a világot. De én attól tartok, hogy ma nem értelmezhető a világ, mert nem logikus irányba halad, hanem egy csomó logikát fölrúgnak, és teljesen abnormális, enne a hajánál fogva előrángatott elmék alapján és elméletek alapján megy valamerre a világ, és tudhatatlan, hogy merre. Én attól tartok, hogy ez a változás, ami most zajlik körülöttünk, nem irányított. Mi irít el a legjobban a sok mindenből, ami felé rángatják a világot? Ugye egyszerre több irányba rángatják. Régen a a azt mondtam, hogy a butaság, de ma már nem. Ma már azt mondanám, hogy a politikailag aktív butaság az irítál. Mert az már árt. Szóval nem arról van szó, hogy valaki jön velem szembe és homályos a tekintete. Ez nagy dolog, menjen tovább. Hanem az én élemet, életemet is meg akarja határozni. Az az ember, akiről csoda, hogy hazatalál. Szóval ez, ez irritál, igen. Találkozom sok ilyennel, többnyire a médián keresztül, annak ellenére, mert már nem sok médiát fogyasztok. A tévét száműztem évekkel ezelőtt a házból, a rádiót hallgatok autóban, de csak autóban, írott médiát, hát nem nagy dicsőség, de nem olvasok, sokat olvasok, de nem a napi médiát, hanem Plutarkozt és a régi írók, nem változott a világ semmit. Most a Homérosznak olvasom az Iliászát, és pont azt írja az Iliászba, mi ma a világban zajlik. Csak most nem dárdákkal dobáljuk egymást, hanem másképp. Ugyanúgy leromboljuk, amit egy ideig építettek, nagyon klassz, mindenki örül neki, utána jön egy brigád, aztán lerombolja az egészet parig, és aztán megint építenek valamit, amit majd egy másik brigád megél lerombol. Tehát ezt a fajta a tudást, ezt ma már nem akarom hatni hagyni magamra, mert értelmetlennek látom. Tehát a változást elfogadjuk, óhatatlanul, nincs más választásunk, de az, hogy jöjjön, mert arra adunk. Minap volt egy élményem, én sokat vagyok Franciaországban, és ott régi ismerősök, barátok közül, néhány ismerőse szembe találkoztam a kikötőbe, és leálltunk beszélgetni, és az egyik ember azt mondja, nekem volt, hogy te, Lassan 40 éve itt, itt, is, itt is élsz Franciaországban. De hogy nem beszélsz te tökéletesen franciául? A, mire mondtam neki, hogy titok ne áruljál senkinek. de rohadtul nem akarom érteni a hétköznapok történését. Amit nekem kell, azt tudom. A, az, hogy én a, az árnyal csibészségeket, meg hazugságokat, meg a... Meg ez az állítás amit zajlik, akár ott Franciaországban is, de máshol is a világban, azt meg nem akarom már érteni. Kívülállónak lenni jobb? Azt sem hiszem, hogy kicsit... helyes, hogy az ember a, a fejét a homokba dugja. Tehát a, a lokális dolgokat nyilván értjük, tudjuk, a lokális kapcsolatok megvannak, a elköteleződések szakmai és emberi megvan, a, tudom a helyemet, az érdekeimet, stb. ezt képviselem, de, de úgy, úgy ámblok, nem hagyom magam rönteni ezt a mosogatólét. Te az egyik első volt, nyilván ebben a hajóutak nagyon erős inspirációt jelentettek, akik a környezeti gondokkal, környezetvédelmi problémákkal szemben megszólaltál. Ez itt a névében is ott volt, hogy mert hát már a Szent Júpán után beszéltél róla, hogy a világ változik, és tennünk kell valamit. Ez az elmúlt 40 év, ez azt mutatja, hogy nem sikerült. Tettük ezt, az, az, azt, az csak a, Nagyon ennyi megfogalmazás, hogy nem sikerült. Szerintem haladunk ugyanazon az úton tovább, mint amin elindultunk itt. Az, hogy most van néhány ezer, tízezer ember, aki ez alatt az ászló alatt nagy pénzeket keres, és kényelmesen él, de ez nem aktivitás. Tehát ettől nem változik meg a világ. Van egy csomó olyan marha szabály, amit most ránk kényszerítenek, de attól se változik meg a világ. Most mondd meg nekem, hogy mit, mi változik meg a világban attól, hogy én nem tudom letekerni a kupakot a, a a flakonról. Mi változik meg? Hát több egy kell mosni, mert rendszeresen leöntöm magam. Még például. Szer elátkozzuk a, a, marha kitalálóját minden alkalommal, hogy próbálom letekerni. És akkor fogom magam mérge mellett éppen van. Tudjon, ott vagyunk. Tehát ezek, ezek nem valóságos változások. Ezért egymást hűítjük jó sok pénzért, meg, meg, meg hatalmi Szegmensekért, meg morzsákért. Nem gondolom, hogy nagyot változott. Az, ami, ami tényleg probléma volt a, a, a világban, abban nincs változás. Az, aru, Hol hallasz arról beszélni, hogy New Yorkon kívül egy fehér mennyényi terület föl van töltve szeméttel? Ottól a térképen még 200 méteres víz van, ott kiáll a szeméthegy a vízből, apáikor. Beszél erről valaki, hogy ebből a szeméthegyből mi oldódik ki, és merre viszi a golfáramlat? És a világot milyen módon befolyásolja? Erről beszél valaki, hogy a mélytengeri áramlások merre mennek, és az ottani élővilágot hogy befolyásolják? Beszél valaki? Orkák kezdik támadni a vitorláshajókat. Tudja ezt valaki, hogy vajon miért? Miért elégelték meg az, a, az óceáni állatvilága a mi jelenlétünket? És hogy ez most hogy alakul? én azt gondolom, hogy a lényeges dolgokról ma sem beszélünk. Kapirgáljuk a felszínt, egymás mellett elbeszélünk, mindenki próbálja a maga kis hétköznapi kényelmét megteremteni, és aztán pont, nagyon sokan tűzik az ászlóra ezeket a lózungokat, és igazából nem sokan tesznek. Akik a valóságos pozitívumot akarnak tenni, azok annyira elszigetelődnek. Én is tudom, merre kellene tenni valamit, de nem tudok. Azt se tudom, kivel beszéljem. Merre kellene? Most legalább néhányan meghallják. Hát azt hiszem, hogy össze kellene sok okos embernek dugni a fejét, és kitalálni, hogy valójában merre kellene változtatni a világon. És nem nem azt csinálni, amit most a nyakunkba sóznak itt az elektromos autókkal, és akkor átlendül mindig az inga. Megindul valamerre, és akkor mindig átlendül, túllendül, és túlziháljuk a dolgokat, és egyszer csak már a, az ártalmas oldalon találjuk magunkat. Tehát biztos, hogy sok okos embernek kellene összedugni a fejét, csak kérdés az, hogy van-e olyan lehetőség, hogy az okos emberek összedugják a fejüket, hogy megtárgyalják egymást. Tudunk-e szót érteni egymással a világban? Az, hogy egy ember nem tudja, nyilván én se tudom, sejtem, vagy megérzéseim vannak, valamennyi ismeretem van a világról, de azért nem venném a bátorságot, hogy én most kiálljak és elmondjam, hogy mi a frankó. Azt látom, hogy mi az, ami az elmúlt évszázadban nagyon nem volt helyes. Talán azt is valamilyen szinten látja az ember egy idő után, hogyha a világot figyeli, hogy ma mi nem helyes, de hogy mi volna a helyes irány, olyan felfogás mellett, ahogy a világgazdaság dümörög, ahogy a, a világ tönkreteszik a gazdasági rendszert, az emberi rendszert. Én már réges-régen kivettem volna a tőzsde hatája alól a hétköznapi szükségleteket. Tehát az energia, élelmiszer, azok a dolgok, amik a hétköznapi embernek a normális életi szükségesek, azon ne játszadozzanak a tőzsde ügynökök. Szóval ez ezt én már rég megléptem volna. Aztán játszadozzanak azzal, ami már a, a, a hétköznapi normál megélhetés fölött van. Én azt gondolom, hogy ez volna az első lépés, hogy valahogy kivenni a, az ügyeskedők kezéből a, a, a 8 milliárd embernek a megélhetését. Hát csak néhány száz ember a 8 milliárddal szemben ebből rendkívül sok pénzt keres. Lehet, hogy néhány ezzel volna, ezzel is akár. És az a nagyon sok pénz, az korlátlan hatalmat biztosít nekik, gyakorlatilag azt tesznek velünk, amit akarnak. És ez a fajta pénzuralma, ez talán a másik, amire azt mondanám, hogy ezt meg kéne szüntetni, hogy ne a pénz dirigáljon, megvesznek hadseregeket, megvesznek mi hold felhőt, és azt csinálnak velünk, amit akarnak. Gyakorlatilag látnunk kell, hogy ma azt csinálnak velünk, amit akarnak, és védtelenek vagyunk ez ellen. Ezt én is addig vagyok védtelen, amíg nem jártatom nagyon a számat. És ahogy vagyis, hogy addig, addig vagyok valamennyire védett. ha nagyon kiállnék, és nagyon elkezdeném mondani a magamét, akkor egyszer csak lehet, hogy valakit ez zavar. De, egyéb, De annyira, annyira cinikussá vált a világ, hogy ma már azt se érdekli ezt a brigádot, hogy én kiállok és elmondom. Na jó, de ma em, már nem ér, nem ér meg gálom, egy hogy jól. neked lenne mitől félned? Hogyha kiállnál és elmondanád? Nem, mert gyakorlatilag akkor erők mozognak a másik oldalon, hogy egy, egy, mozdulattal lesöpörnek, ha akarnak. De egyébként meg hagyják az ember dumányát, hagyd dumáljon, kit érdekel. Szóval ma már annyira cinikus a világ, és annyira uh, dominál a, a, nomenklatúra, hogy az, hogy egy, kettő, tíz, száz kiáll, hát hadd meséljen, kit érdekel. Szóval ma már nem zavar senkit az, hogy mi mondjuk a magunkért. Régen még próbáltak elnévítani. Te már. magad is se váltál? Vagy mi a jó szó? valamiben, igen. Vagy beletörődött? Mi ne, nem, szó? nem, keserű nem vagyok egyáltalán, sőt, hát a, a magam életét, illetve a közvetlen a családom életét tekintve optimista vagyok, és azt Gondolom, hogy meg tudjuk teremteni a magunk biztonságát, kényelmét. De ugye a globális élet szempontjából viszont uh, mélységes meggyőződésem, hogy az emberiség elmegy a falig. Ezt senki nem fogja megállítani, se egy, se száz, se tízezer. Na, de akkor úgy járunk, mint az orkákkal a vitorlások? Uh -huh. Igen. Tehát egyszer azt fogja mondani a Föld, hogy köszöni ebből. Ha ez elindult. cinizmus, akkor cinikus vagyok. De én azt gondolom, hogy az emberi társadalom nem tudja a saját sodródását megállítani. Nem, nincs, aki az útjába álljon. Majd a, majd a föld megrázza magát. Itt jön egy árvíz, vagy valami történik. Enni sokkal durvább is. Emelkedik 10 fokot a hőmérséklet, de nem mi miattunk egyébként, hogy mielőtt valaki leállítja az autót, és gyalog megy tovább. Én azt gondolom, hogy annyira minimális, amit mi okozunk ebből, hogy ami írdatlan öntelt cinizmus az ráfogni most az autókra, hogy emiatt van melegszik a föld, egy nagy fenét melegszik emiatt. A föld melegszik, ez tény, de hát, hogy mi miatt nem hiszel abban, hogy ez a szennyezés maga? Hát, Ami a, a szennyezés maga az a mi életünket, illetve az életterünket befolyásolja, de hogy a globusz működését befolyásolna, abban nem hiszek. Hát egy vulkán kitör, az százszorosát löki ki egy mozdulattal, mint amit mi produkálunk. Az, hogy egy, egy mocsárban történik valami, és elkezd a metángáz kiszabadulni, hát ez sokkal többet árt, és nem tudunk vele mit kezdeni, és nem is akarunk, nem is beszélünk róla. Tehát arról beszélünk, amivel lehet aztán zsarolni, cseszegetni a, az emberi társadalmat, de lehet belőle politikai erőt kovácsolni. Erről beszélünk. De hát, hogy ennek mennyi köze van a valósághoz, hát erről diskuráljunk sokat. Te sosem akartál politizálni? Direkt módon politikusként? De. Volt egy időszak, amikor még naiv legényke voltam, és azt hittem, hogy lehet párt nélkül politizálni. Ez még a leges-legelején volt, voltam 40 se. Azt hittem, hogy a jó szándékkal, és tényleg a politika az a lehetőségek művészete, ilyen félig Machiavelli, félig saját felfogásból. De aztán rájöttem, hogy ez nem így van. Nem lehet, nem lehet egykeként politizálni. Szóval be kell állni a sorba valahova, aztán fújni kell az igét. Mert ha nem ezt teszed, akkor egyszer csak az ember azon kapja magát, hogy a margón van, és akkor ő a, a kivétel, akit hülyének tekintenek. mert Dumál, dumáljon, de nem befolyásol semmit. Szóval attól kezdve nem akartam már politizálni, hogy rájöttem, hogy itt nem a magamét kellene képviselni, hanem valamit kellene képviselnem, amit én nem tudnék. Hát az, hogy mondanak nekem valamit, hogy Nándi állj ki, és hitelesen mond el, én erre nem lennék képes. Na de próbálkoztak legalább? Érdekes módon, hogy olyan irányokból kaptam ajánlatokat, amely irány az távol állt tőlem. Olyan irányból, ami még közelebb állt tőlem, mondjuk nem igazán kaptam ajánlatot. Egyszer igen, de akkor éppen útra készültem, úgyhogy esélytelen volt. Aztán később meg soha többé. Volt még néhány beszélgetésem, de nagyon hamar a beszélgető partner rájött, hogy az én életem más megy, és ezt fölösleges ilyen módon fölrúgni. Akár nekem, akár másnak. Volt egy időszak, amikor volt egy politikai erő, aki próbált beszippantani, és ezzel még nincs baj. De amikor nem sikerült bosszút állt. Melyik volt ez? Nem mondom. Működik még? Itt van még? Működik persze. Megvan. De nincs értelme beszélni róla, mert szerintem mindegyik ugyanígy működik. Már állt bosszút? Utána nyúltak, megakadályozott támogatásban, kapcsolatokban? Volt, volt ennek egyfajta retorikája, és volt a konkrét tettei annak, hogy ha én nem azt csinálom, akkor mit. De volt egyébként valamilyen szinten mindenki két ódáról. Egyszer próbáltak bekényszeríteni egy ilyen a Balatonról szóló, meg a, a Dunai vízlépcsőkről szóló vitába, és abba se akartam bemenni, és mind a, mind a két oldalról visszaköszönt az, hogy én mit nem akarok. Nem nagyon tudtak ártani, mert én nem kértem semmit, így aztán senki nem tudott ártani. Mentem a magam útján, és én magam bementem a műhelybe, és összereszeltem azt, amit, amit kellett magamnak megteremtetnem. nem, nem kuncsorogtam egy ajtón se. Így aztán nem volt mit, de, de, az, azt éreztem, hogy ha nem állok a sorba, annak megfelelően, hogy elkezdtek fütyörészni, akkor, az nem tetszett. De hát ez már rég volt, évtizedekkel ezelőtt, ma, ma már emléke sincs. Az, hogy te egyedül akartál politizálni, és egyedül vitorlesztel a József után már gyakorlatilag mindig. Nekem azért ez az a kép rólad, hogy nem nagyon akarsz együttműködni senkivel, aki nem akar veled ugyanúgy együttműködni, mint ahogy te azt elképzelted. Tehát, nem így van. Nem? Nem. Nem így van, mert én próbálkoztam csapattal is, és vitorláztam csapattal is. Nem volt Egy az 10 igazi? 10 csapattal mentem át a transzóceáni versenyen, és nagyon jól éreztük magunkat, mindenki jól volt. Én voltam a parancsnok, aki inkább tettem a dolgomat, mint hogy bárkit irányítottam volna, és nagyon jó hangulatban értünk át. Tehát nem volt ilyen gondom. És másik két alkalommal is próbáltam egy szindikátust gründolni, vagy részt venni egy ilyen gründolásban, és megfenek lett. tudod, olyan furcsa dolog az, amikor az ember beáll egy csapatba, és elindul valamerre és lehajtott fejjel menetelsz, mert azt szoktad meg, hogy a dolgokért tenni kell, és mire körülnézed, nincs körülötted senki. Tehát ez a, ez a fajta csapatmunka, amikor te elkezdesz húzni, és a gudvariasan félreállnak az emberek, hogy persze, ez majd szóljál, ha odaértél, ez aztán kicsit megöli a lángot. Ha akartam valamit, és ezt tanultam meg az elmúlt évtizedekben, akkor mindig visszakanyarodtam a saját céljaimhoz. Mert a közösségi célok a közösségi megvalósításban valahol mindig megfeneklett. És én nem vagyok magányos farkas, elkönyveltek annak a tettek alapján, meg az események alapján, de soha nem volt a magányos farkas. Csak ha meg akartam valósulni, akkor mindig azon kaptam magamat, hogy egyedül megyek a célfele. Elkoptak mellőlem az emberek. De hát az is lehet, hogy mindig olyan célokat tűztél ki, amiket a többiek nem bírtak. Te kipróbáltad, te tudtad, hogy meg tudod csinálni. Igen, be lehet valami, jó, hogy az emberek egyszer csak, amikor szembesültek a nehézségek, akkor meghátráltak, hogy, hogy e, ennyit már nem ér. Ez nagyon könnyen lehet. De én, én soha nem így gondolkodtam. És az, hogy egyszer csak azon kapom magamat, hogy ó, hát ez már túl, túl sok munka. Az, hogy már két napja nem aludtam, és ennyit már nem ér. De én soha nem ilyen voltam. A többiek Csak viszont már rég aludtak akkor. Akkor a többiek már eltűntek onnét körülöttem, de engem nem az zavart, én mentem tovább, és lehet, hogy bennem több energia volt, több tűz volt, és mentem tovább, megvalósítottam, amit akartam, és ez másoknak sok volt, lehet, nem vitatom, de hát én ilyen vagyok, és ezért aztán egy idő után már szólist Célokat tűztem ki magam elé, úgy gondoltam, hogy ebben tudok sikeres. Úgyis az lesz a véget Hát akkor. ah igen, kezdjük az így. Lett a vége. Hm? Céltól célig élted az életed eddig? Tehát nagyjából meg lehetett tervezni a következő X Igen, az, hogy ez, néz ki. A, ez egy pontos megfogalmazás. Céltól célig éltem, mert mindig nagyon megfontoltam, hogy milyen célokat tűzek ki magam elé, de ha kitűztem, elhatároztam, attól kezdve tüzön-vizen át. Szóval attól kezdve nem volt megállás. Az, hogy én félbehagyok valamit, azról tudtam mindig, hogy az eldobott energia, időenergia akár miben, akár mennyi energiát beletesz az ember, és félbe hagyja, akkor az életének egy darabját, egy csomó energiát, az kidob. Aztán kezd megint valamit, aztán vagy belefárad és kidobja, vagy tovább megy, és akkor elkezd mindig kisebb célokat kitűzni maga elé. Ez nekem nem volt pálya. Én szerettem nagyon magasra tenni a lécet, és addig küzdeni, amíg át nem repülök fölötte. Most mi a cél? Hát egy 71 éves fejjel mi legyen ne a cél. már. Hát. Már ezelőtt Kiváló is... egészségnek örvendő 71 Na, éves fiatal ember. Köszönöm szépen. Ezelőtt 20 évvel is már azt mondtam ilyen kérdésre, hogy a méltóságban megöregedni az a cél. És az ember 20 évvel ezelőtt még nem jelent, nem, nem, tudja, hogy mit jelent ez a, az a kifejezés, mert szép lózunk, elpuffantjuk, jó hangzik, de ma már tudom, mit jelent. És nem nagyon, nagyon nem egyszerű cél ez a méltósággal megöregedni. Az amikor, mi a amikor amikor az már mi amikor az ember szembesül már a képességének az elkopásával. Amikor már tudom nagyon jól, hogy én még mindig szeretnék ott lenni, mondjuk egy vandéglabbon, de ez most csak egy példa. De már nem vagyok rá alkalmas. Akár úgy gondolom, hogy átmegyek tűzön, vízen, már nem tudok átmenni a tűzön, vízen, mert már nincs benne mennyi energia. Sem fizikailag, sem mentálisan. Nincs meg bennem az a motiváció. Régen volt, akkor a motiváció volt bennem, hogy ez a hegyeket lehetett volna hordani. Ma már nincs meg. Ennek egy része persze az, hogy a vágyaim megvalósultak, és ez kiolt sok tüzet. Egy része meg az, hogy egy idő után az ember a képességeihez idomítja a vágyait és nekem mindig kisebb. Mindig vannak, persze, még mindig van a listán egy-két tétel, amit meg kell valósítani, ezek motiválnak, mond csinálom? Nekem még mindig van a tengerrel dolgom, például. Még mindig van olyan elképzelésem, hogy kimegyek az óceánra, és bizonyos feladatokat megvalósítok, a, a tudásom egy részét átadom, vagy direkt, vagy indirekt. A, de csak azon a szinten, amilyen szinten még én erre képes vagyok, és élvezem is. Tehát már nem a, a, szólóban a világ megváltása, hanem, hanem ennél sokkal barátságosabb. Olyan, olyan célokat próbálok magam elé tűzni, ami, amik, ne, nem lehetett, nem jelen lehetetlen akadályt másoknak. Tehát mellém mernek állni, és együtt elmenjünk valahova, és élvezzük azt, hogy felfedeztünk a világnak egy szegmensét, és mindenki egy kicsit boldogabb lesz tőle. Ilyen vágy még mindig van bennem. olyan vágy is van bennem, hogy azt a tapasztalat a jó helyen, jó pillanatban jó embereknek átadjam. Ha más nem csak a hatását, nem is nem konkrétumokról van szó, de a hatását, hogy azért hinne lehet magunkban, a célokban, ezért érdemes energiát fordítani. Nem változott már meg attól a világ, hogy az embereknek a 90% a telefonmaszatolásból él, meg azért él, és el, elsuhant mellette az életészese veszi. A valóság az nem zavarja őket. De az mindig van egy-két százalék, aki még mindig a valóságos életben él. És azokkal valamit csinálni. Ez egy, ez egy nagyon fontos dolog. És van még egy dolog, amit egy picit ilyen uh, talán öntelt uh, dolognak tűnik, de határozottan megfogalmazódott bennem, hogy én az élettől olyan sokat kaptam eddig, akár a Teremtő Jóistentől, akár a társadalomtól, a barátaimtól, a családomtól, hogy nagyjából most érkezett el az az idő, hogy a maradék életemben nekem vissza kell adni. Nekem kell másokat szolgálni. És ezt én komolyan veszem. Amiben tudok, bizony segítek másoknak. Lányoddal szerettél volna hajóra szállni. Szerintem ez egy idei történet volt. És aztán valamiért az a verseny az nem sikerült. Az például egy ilyen cél, együtt, együtt hajózni? Van, akivel persze ez cél lehet, de hát nem mindenki alkalmas erre. Volt már olyan, hogy én kimentem a tengerre valakivel, aztán 30 mérföld után vissza kellett fordulni, mert a szándék az egy dolog, de a képesség az egy másik dolog. Előbb-utóbb kiderül egy csapatra. Ma már vagyok annyira óvatos, hogyha egy csapattal ki akarok menni mondjuk egy transzóceáni versenyre, akkor előtte ezt a csapatot megvitorláztatom. És kiderül, hogy ki az, aki alkalmas, ki az, aki nem alkalmas. A lelkes jelentkezőkből. És utána azokkal menetelni, akik alkalmasak akarnak és alkalmasak rá. Hát ezt a fajta kiválasztást az óceán meg mindig elvégzi, mert hát az, hogy én elhatározom magamról, az egy dolog, de hát kimegyünk a hullámok közé, és utána bejön a biológia, hát azzal együtt kell élni. Tehát nem mindenkivel lehet. Hm. Még akkor sem, hogyha nagyon vágynak rá. Van, aki alkalmas van, aki nem alkalmasra. Az, hogy ma már olyan eszközök vannak, amik a ti időtökben egyáltalán nem voltak, tehát térképpel mentetek is szektánssal, és, mm. és iránytűvel néztétek, hogy mi merre van. Ehhez képest ugye ott van a technológia ma a kezetekben, hogyha kimentek a tengerre ezzel. Te hogy barátkoztál meg? Ez egy másfajta hajózás. Apránként ugye, hogy a béka a melegvízben, hogy főzik, és egyszer csak az ember. De ez jó, tehát maradjunk annyiba az, hogy régen egy ilyen fénymásolt papírtérképen mentünk meg egy szextársal, és ott hát kínlottunk a pozíció meghatározással, ez nem feltétlenül jó. Tehát lehet ezen nosztalgiázni, mert egyszer megtörtént az életünk. de, az de, volt de az nem az igazi vágyom vitorlázás. Vissza. Aha. Persze, de én nem vágyom vissza. Én örülök neki, hogy közben aztán alakult, egy a technológia, hogy alakult. Én megéltem, hogy amikor először három műhold volt a fejem fölött, és tudtunk egy háromszögelésből, egy szatellitnavigátorral egy ilyen 30 mérföldes pozíciót meghatározni. Az nagy dolog volt, 90-ben. 92-ben már GPS létezett. Szóval olyan viharos sebességgel változott a technológia és a fejünk fölött lévő műholdfelhő, ami ezt az egészet megváltoztatta, hogy az, az egészen elképesztő. Könnyebb Ma... lett, vagy más? Nem lett könnyebb. Ha... A mai vitorlázók, akik egy vandéglóbra kimennek, most az élmezőnyről beszélek, nem arról, akik próbálnak oda kerülni és teljesíteni a saját erőmükre, vagy valamiféle üzenetképpen, hanem azok, akik tényleg fölveszik a kesztyűt, és a legmagasabb szinten a technológiai fejlesztés magas szintjén próbálnak teljesíteni, azoknak az ember azt hinni, hogy mindig könnyebb az élete a technológia által, de nem így van. Mindig nehezebb az élete. Azok a srácok, akik most ott mennek az élmezőnyben, egy ilyen szűk folyosóban mennek. Egy nagyon komoly életciklus eltelik addig, amíg mindent megtanul. Fizikailag fölfejlődik, megtanulja a feltételrendszert, megtanulja a digitális világot használni, a meteorútingot, a műhold időjárási előjelzéseket, a, a ma már a kötelező média feltételrendszer, hogy hat kamera figyeli, éjjel nap, hogy mit csinálok. Uh, amíg ebbe beletanul, és még fizikailag motivációsan bár, hogy alkalmas, ezek között szűkül a meszgye. Tehát uh, azok a srácok, akik az élmezőnyben vitorláznak, azok mindig rövidebb időtartamban alkalmasak az élmezőnyre. És uh, hát ahhoz kell a külvilágnak a magas szintű támogatása, hogy, hogy ebben a rövid szegmensben én pont beletaláljak, és ott legyek, és kiválasztott legyek és megteremtsék nekem a feltételeket. Azok a srácok, akik az élmezőnyben mennek ma, sokkal nagyobb tudással kell rendelkezzenek, és még fizikailag is ugyanúgy meg kell fel, ugyanúgy fel kell húzni a vitorlát, ugyanúgy 20 méteres hullámzás tud jönni. Még akkor is, ha el tudom kerülni, ha el tudom kerülni, nem mindig tudom elkerülni, arra alkalmasnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy a mai élmezőnyben vitorlázó embereknek, fiúknak, lányoknak a sokkal nagyobb tudáshalmazzal kell rendelkeznie, mint mi voltunk annak ide. Én lassan, de biztosan évtizedek alatt beletanultam ebbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert még ebben a high-tech világban is alkalmam volt részt venni, megfürödni benne, és én nagyon élveztem azt, hogy én most tűpontosan tudok navigálni egy földkerülő pályán, és hiba nélkül tudok úgy körbejönni, hogy egyetlen egy ciklon se vettem, egy frontot se vettem rosszul, mindent jól csináltam, és visszajöttem, és köszönöm, jól vagyok. Tehát még ebben részem lehetett. Indultam a szextánstól, mm. térképtől. És ma... Van neked utódod? Tanítasz valakit, aki utódod lehetne? Jelentkezik hát valaki, aki azt ott mondja, van van szabi, aki a következő Van készül, persze nagyon szerény körülmények között, mert hát a mi világunk, a mi gazdagságunk, a gazdaságunk nem bírja el azt a, azt a szintet, hogy élmezőnyre fejlődjön. Az, hogy alkalmas vagy nem az élmezőnyben való vitalázás, azt még pénz? nem tudhatjuk. Ez mennyi pénz? Mert ugye ez akkor pénzkérdés. Én inkább arról beszélek, hogy az élmezőny mennyi pénzből gazdálkodik. Arról, hogy mi mire vagyunk képesek, hát ezt vegyél le egy nullát belőle minimum. Az élmezőny ma 10 és 15 millió euró között mozog. Egy 30 fős csapat, négy éves program, egy vagy két hajó építése, fölvitorlázása közben és azok a srácok, akik most kimennek versenyezni, nem feltétlenül ők vitorlázzák föl a hajót. Kapnak egy kész hajót, persze bejön a srác, együtt kitalálják a tervezővel, hogy mire, mire vágyik, a tervező csapattal, hogy mire vágyik nagyjából, azt megtervezik elmegy egy hajóépítő műhelybe, ott három hónap alatt megépítik, és utána jön egy fölvitorlázó csapat, akik beleülnek, kimennek, vitorláznak, kijönnek, föl, turbozzák újra a hajót, átépítik, ahol kell, kimennek, megvitorlázzák, visszajönnek, így oda visszamennek. Egy idő után beszáll a leendő kiper is, és akkor együtt csinálják mindezt, fölépítik az adatbázist, ami benne van a hajóban, és ami, ami a sebesség karakterisztika, a szélcsárt, ami a vitorla karaktereket mind meghatároz, És a végén ez a skipper beletonul abba az eszközbe, amit egy csapat hoz létre. Hát ez mint a forma egy? Hát, abszolút persze. Hát itt ez a, egy iparág. Mit, nem egy amit? tervező tervez, aztán ő maga megépíti, aztán beleül és megvitorlázza, ez voltam én, hanem ma van egy csapat, aki csak tervez. De a csapaton belül is van, aki a konstrukciókhoz ért, van, aki a tőkesúlyhoz, van, aki a szárnyakhoz, van, aki a vitorlázathoz, és ez már egy összeáll egy ilyen 8-10 fős tervezői csapat, akik aztán letesznek valamit az asztalra, és akkor elviszik ezt valamelyik nagy hajóépítő üzembe, ahol 50-100 ember dolgozik rajta, és nem két év alatt készül le, hanem három hónap alatt, és van idő fölvitorlázni. Tehát ez nagyon másról szól a történet, és egy dolgot soha ne felejtsünk el, a mi világunkban ezt, aki majd jön mögöttem, annak tudnia kell. És én is nagyon lassan tanultam meg, de lassan megtanultam, hogy a nagyhatalmak, akik írják, most ugyan próbáljuk eltörölni a nemzeteket, próbáljuk eltörölni az ászlókat, meg a nyelveket, meg a kultúrákat. Ez is a lózungoknak a sorába tartozik. Nem így van, a nagyhatalmak pontosan tisztában vannak a zászlójukkal, meg az érdekeikkel, pont olyan sovinisták, mint régen voltak, és azok a nagyhatalmak, akár hajós nagyhatalom, akár más autós nagyhatalom, azok soha nem fogják a szabályrendszert engedni olyan irányba menni, hogy majd jön egy-két kis nemzetbéli kis csapat, és majd az átveszi az uralmat e fölött. Soha nem történhet ez meg. Tehát a nagyhatalmak olyan irányba viszik az egésznek a szervezését, ezt mondom annak tudatában, hogy én a, annak a bizonyos imokának, a, ami ma a, a versenyhajók szövetsége, öt évig én voltam az elnöke. És én tudom nagyon jól, hogy addig voltam ennek csak az elnöke, amíg abba az irányba toltam a szekeret, amerre ez a gépezet akarta. Abban a pillanatban, hogy én már próbáltam abba az irányba terelni az ügyeket, hogy valóban ne csak lózunk legyen az, hogy olcsóbb legyen, ne csak lózunk legyen, hogy biztonságosabb legyen, hanem, hanem tényleges változtatásokat értünk el abban a pillanatban, én már nem voltam Nem Azért voltam benne te Sokat tudsz a világról. Tehát azok, akik ma ott ülnek, Akár egyszerű bürokraták ezek lehetnek, bármilyen szintű bürokraták. Vagy a vitorlázásban is ott ülnek azok a figurák, akik igazából soha nem vitorláztak. Nem voltak szóló vitorlázók, mégis meghatározó személyiségei, mondjuk az imokának. Szavazati joggal, irányítási joggal ott ülnek, és pontosan tudják, hogy merre kell tenni, merre kell tolni a szekeret. Tehát ezek a, az erők soha nem fogják engedni a szekeret olyan irányba menni, hogy valakik majd kivegyék a kezük. Hát a kis hatalom nem fog van nyerni, nem fog Amerikasz kapot nyerni, nem fog Forma 1 nyerni. És az azért nem. És a világot szabály, sem fogja irányítani? És a világot sem fogja irányítani, mert a nagyhatalmak ezt soha nem fogják megengedni. A Szenttyúpáttal kezdtük, Megint? most ismét vizen van. Az egy fura érzés lehetett, hogy... Térjünk vissza a pc utolsó gondolat erejéig. Ha most belegondolsz, hogy azzal a hajóval, amit most vízre tettetek Gály Józseffel, azzal a hajóval mentél körbe földön. Furcsa. Furcsa, mi? Igen. Mert hogy ma elindulnál ezzel a lélekvesztővel? Hát nyilván nem. De hogy? <gül> <gül> hát de ránézek, ránézek, és összeszorul a gyomrom tőle, hogy te jó ég, hát ki volt az a két fiatal csávó, aki ebben hitt, és úgy gondolta, hogy ez túl lehet élni. És nem csak úgy túlélni, hogy ez nem fog összetörni, hanem, hanem aki bevállalta az, hogy 70 napig botladozzon ott a hullámok között egyik szárazföldtől a másik szárazföldig. földig, nincs ennyi időnk, ennyi türelmünk hozzá. Akkor volt, mert az volt az egyetlen lehetőség. Szóval csodálattal nézem a régi hajunkat, a régi önmagunkat, és hát ez jobb szó, hogy ilyen nevezük nosztalgiának. Hát álltunk a hajó mellett, megfogtuk a kötelet, ahogy petettük a vízbe, és mind a ketten azt éreztük, hogy ez, ez, bizony nagyon is a múltnak a relikviája, és egy másik világban élünk ma. De, de jó visszaemlékezni. Mentek hogy egy akkor még vele? egyszerű volt. Ugye ez a Balaton, ez, ez nem a hornfok. A balatonon persze, hogy. Most, hál' Istennek, akik e fölött rendelkeznek, ez a közlekedési múzeum és az MCC együtt olyan programot határoz meg, ami a hajónak nagyon méltó, hajó életének nagyon méltó folytatása. Most egy ilyen 700 napos programot határoztak meg annak tükrében, hogy mi a könyveinkben mit írtunk le, hogy hogy zajlott a mi 700 napunk. Most ennek megfelelően, ennek analógiájára valamilyen programot felállítanak a fiataloknak és ezek a fiatalok, akik majd ott lesznek a, a telepen, jönnek és továbbképzéseket kapnak minden értelemben, de közben vitorlázásban is, azok beleülnek ebbe a hajóba, és egy-egy ilyen szegmenssel szebbesülnek. És ilyen módon ez a szellem, ez a történet tovább él, amiben mi benne leszünk, mert a Józsival jövünk, és segítünk, és mesélünk, és odaülünk a kormány mellé, és tized magammal kivitorlázok a Balatonra, és akkor úgy jövünk vissza, három óra múlva, tíz óra múlva, hogy ezek a fiatalok, akik ott vannak, azok kaptak valamit. És ismét úton a Szent Jupát. Ismét úton a Szent Jupát. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm. Érdekes volt tanulságos hallgatni. Köszönöm szépen Fanándornak, és köszönöm önöknek a figyelmet. Jövünk egy hét múlva egy új programmal. Viszontlátásra!